A karácsonyi asztalról Magyarországon nem hiányozhat a beigli, pedig ez a remek édesség a karácsonyi ünnepkörrel együtt Sziléziából majd Németországból került a magyar családok asztalára. Ezúttal nem nagyanyáink klasszikus házi beigliének készítését mutatjuk be, hanem a térség egyik közkedvelt sütődéjének receptje alapján követjük nyomon a karácsonyi édesség elkészítésének kulisszatitkait. Nézzük, hogy készül a beigli nagyban. Most már 10 éve minden évben beiglit sütünk az ünnepekre. Hagyományos technológiával kézzel készül a péksütemény, diós és fákos extra töltelékkel. Az extra töltelék azt jelenti, hogy saját receptjeink alapján fűszerezzük a diót és a mákot. A beigli tésztája a kalácsfélékhez hasonlóan egy keltészta, amelyeknek elkészítéséhez tejben felfuttatott élesztőt használnak. A beigli tésztája az linzi élesztős alaptészta, ezen nem nagyon variálunk. A tölteléknél találtunk meg egy olyan ízt, amit tetszik a vásárlóinknak, és ezt készítjük most már évek óta. A beigli egy elég macerás pékáru, körülbelül 4 óráig tart, amíg végre kisül. A lényeg azonban, hogy a tésztát mindig megfelelő hőmérsékleten keresztjük, pihentetjük, és ennek sajnos idő kell. Nagyon fontos, hogy a beiglibe igazi mák és dió kerüljön. Mert közkedvelt Magyarországon a karácsonyhoz hozzátartozik, minden háztartásban fogyasztják. Igazából ez Németországból ered ennek a divatja, amikor a karácsonyi ünnep begyűrűzött Magyarországra, és mivel ez Magyarországon közkedvelt, ezért mi úgy döntöttünk, hogy a karácsonyi ünnepekre minden évben beiglit adunk a vásárlóinknak. De miért pont a dió és a mák kerül a beiglibe? A diót rontás ellen javasoljuk, a mákot meg azért, hogy bőséget hozzon a családnak. A beigli magyar nevén mákos vagy diós tekercs, tradicionális magyar karácsonyi étel, hagyományosan dióval vagy mákkal, újabban gesztenyével, meggyel vagy aszalt szilvával töltött édesség. A beiglinek nem túl sok összetevője van, így a liszt, a vaj, a tojás sárgája, az élesztő, a tej, egy kevés só, vanília, mazsola, és persze elengedhetetlen a mák és a dió. Szerintem más formán fogy, mindegyiket szeretik. A termékeink a saját üzleteinkben, Marcaliban, a Rózsa utcában, a Sport utcai üzletünkben, a Csömendi üzletünkben, és most először idén a két helyi termelői piacon is minden szombaton árosítunk majd. Érdemes az ünnepek előtt már megvásárolni a finomságot, megbontás után hűvös helyen tárolva 14 napig eltartható és fogyasztható.